Brawura, Ita. Przyjaźń polsko-węgierska trwa już ponad 1000 lat od czasów Stefana Świętego i Bolesława Chrobrego. A magyar barátságim már több mint 1000 éve tart Szent István királyunk és Boleszláv Chrobrének. Później też w czasach naszego władcy Bolesława Krzywoustego i Kolomana Uczonego, który był mądry bardzo rzeczywiście, swoich możnowładców opodatkował 2/3 swoich dochodów, musieli płacić na rzecz armii, na rzecz silnego państwa. És később is folytatódott ez a barátság Boleszláv Ferdeszávi Boleszláv idejéből és Könyves Kálmán idejéből, aki igencsak nagyon bölcsember volt. Nasi rycerze brali udział w wielkich bitwach, zwycięskich i wielkich klęskach, ale staliśmy zawsze ramię w ramię. A vitézeink számos csatában részt vettek, nagy győzedelmekben is, de sajnos elbukásban is, de akkor is mindig vált vetve küzdöttek. Jak 171 lat temu, jak 75 lat temu w Warszawie, jak 63 lata temu w Budapeszcie i w czasach Solidarności w Polsce. Ugyanúgy, mint 171 évvel ezelőtt a szabadságharc idején, később 63 évvel ezelőtt Budapesten és a legutóbbi időben is. Byliśmy zawsze razem, walcząc o wolność w przeszłości i chcemy też walczyć o lepsze jutro w przyszłości. Mindig is összetartottunk a múltban, a szabadságunkért küzdöttünk egymás közösen, most pedig a jobb jövőért szeretnénk küzdeni. Pragnienie wolności tak wyraźnie widać w naszych dziejach, stojąc tutaj i oglądając to przepiękne przedstawienie, zapytałem Wiktora o pewną tablicę pamiątkową na murze tutaj, przed schodami. Most is olyan szép ünnepnek lehetünk a tanúi, látszik bennünk, hogy megvan a szabadságért való vágyunk, és most, amikor láttam ezt a csodaszép ünnepséget, meg is kérdeztem Viktortól, hogy mi is az az emléktábla ott a múzeum falán. To tablica Sándora Bauera, Bauer Sándor. I my w Polsce mamy też taką osobę, Ryszard Siwiec. I też w Czechach, Jan Palach. To trzy osoby, które w proteście przeciwko tłumieniu wolności w Czechosłowacji dokonały samospalenia. És akkor tudtam meg, hogy ez a tábla, ez Bauer Sándor emléktáblája. Nekünk is volt egy ilyen hősünk, Richard Siewiec, és ugyanúgy a cseheknek is volt egy Jan Palach nevezetű hősünk. És a közös mind a hármukban az, hogy a szabadságért öngyilkosak lettek, meggyújtották magukat. I oni nas łączą do dzisiaj. Richard Siewiec, Jan Palach, Bauer Sándor. To są nasi bohaterowie, którzy nie godzili się na niewolę, nie godzili się na narzucenie obcego dyktatu. I ez a három személy az, aki a minket a mai napig is összekapcsol. Bauer Sándor, Jan Palach, Richard Siewiec, ők voltak azok, akik nem törődtek bele a diktatúrába, akik nem voltak hajlandóak elfogadni a légázást. To 71 lat temu, kiedy
Kiedy wiosna ludów wtedy nie odniosła sukcesu, Honwedzi, węgierscy żołnierze, oprócz broni musieli oddać swoim wrogom swoje sztandary. Zaszedł w egy évvel ezelőtt, sajnos ez nem sikerült. A honvédek, a magyar katonák sajnos a fegyverek mellett a zászlóikat is le kellett, hogy tegyék. Ale nie oddali tych sztandarów. De mégse adták oda. Na kawałki podzielili między żołnierzy, między oficerów, przechowali je w swoich domach, w swoich rodzinach, w swoich sercach. De nem adták oda ezeket a zászlókat, felszabdalták, egymás közt kiottották, elrejtették otthonaikban, házaikban, és a szercükben is megőrizték. Przechowali je po to, żeby jutrzenka wolności, sprawiedliwości mogła znowu zawitać i zawitała. Azért tették el ezeket a zászlókat, hogy majd a jövendő szele, a reménysugár újra megjelenjen, és meg is jelent. I nasze narody dzisiaj, wolne narody, są poskładane z takich kawałków sztandarów, kawałków swojej wielkiej historii, kawałków naszej przyjaźni, przyjaźni polsko-węgierskiej. És a mi népeink ilyen zászló darabokból álltak össze újra együtt élünk barátságban. Te sztandary złożone w całość nasze ojczyzny są czymś więcej niż tylko nasz indywidualny los, niż te kawałki sztandarów. Tak samo i my dzisiaj walczymy o lepszą przyszłość. És ahogy a mi országaink is ezekből a zászló darabokból összeálltak, azért ezek az országok sokkal többet jelentenek, mint csak egy ország. Újra együtt harcolunk a jövőnket. Ta lepsza przyszłość zależy od naszej woli, od siły woli. És ez a jövő, ez csak tőlünk függ, a mi szándékunktól és az akaratunktól. I dzisiaj, tak jak 171 lat temu, stoimy po stronie prawdy, po stronie solidarności, po stronie zwykłego człowieka, po stronie wolności. És ugyanúgy, mint 171 évvel ezelőtt, megint az igazság oldalán állunk. A szolidaritás, az egyenjogúság oldalán állunk. De hogy nem, az volt a látom. Tej lepszej przyszłości dla Węgier, dla Polski, dla Europy walczymy dzisiaj również o prawdę, o sprawiedliwość. És a jobb Magyarország, jobb Lengyelország, jobb Európa számára harcolunk megint az igazságért. Mi jesteśmy coraz bardziej pewni, że tak jak Turul i Orzeł Biały doprowadziły nas do zwycięstwa w 89 roku, tak poprowadzą nas ku jeszcze lepszym czasom, w najbliższej i w dalszej przyszłości, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. És egyre inkább meg vagyunk most már róla győződve, hogy úgy, ahogy a korábbi időkben a Turul és a lengyel fehér sas elvezetett minket a jobb jövő az igazság felé, lassan közeledni fogunk már ehhez. Wielcy poeci, Beto Fischando i Zbigniew Herbert, mówili innymi słowami o jedności. Wielki sznur z powietrza, mówił Herbert. O jedności, o jednym narodzie polsko-węgierskim mówił Beto Fischando. És két nagy költünk, Beto Fischando és Zbigniew Herbert, igaz, hogy más nyelveket beszéltek, de mégis ugyanazt mondták mind a ketten, hogy az egekből fog jönni a segítség. Niech więc ten wielki sznur powietrza połączy nas. És ez a összefogzsinór, ez legyen az, ami minket összekapcsol. Wszystkich Polaków, Węgrów i Europejczyków.
minden lengyelt és az európaiakat. Którzy wierzą w Europę Ojcze. Mindazokat, akik hisznek, lepszy świat dla zwykłych ludzi, nie dla możnych, nie dla establishmentu. Egy olyan jövőért, ami a közemberért lesz, nem pedig a felső réteget számára. Niech Bóg błogosławi Węgry, niech Bóg błogosławi Polskę, Europę, niech da nam lepszą przyszłość. Isten áldja meg a magyar, Isten áldja meg a lengyeleket, adjon nekünk jobb Európát. Úgy élhetünk, ahogy mindig is szerettünk volna.
Barátaim a napokban jártam Lengyelországban. Láttam, hogy ha lépést akarunk tartani a lengyelek fejlődésével, akkor össze kell kapni magunkat. Közép-Európa legnagyobb vezető országa Lengyelország. Amikor Brüsszelből Lengyelországot támadják, akkor egész Közép-Európát és bennünket, magyarokat is támadnak. Azoknak a birodalomépítőknek, akik ki akarják terjeszteni árnyékukat Közép-Európára, azt üzenjük, mindig számolniuk kell az erős lengyel-magyar kötelékkel. Fontolgattak semmit, hanem nekivágtak, és megcsinálták március 15-ét egy versen, és egy pár csörömpölő jurátus karda. És mi most ebből élünk. Így írt a Visszátkár. Hét nemzedéknyi idő telt el az első március 15-e óta, és mi még mindig abból élünk, hogy minden évben a magyarok istenére esküt teszünk, hogy kitartunk a szabadság mellett, és ellene mondunk a rabságnak. A nemzet közös esküje azt jelenti, hogy minden magyar kiáll minden magyarért, és minden magyar közösen kiáll Magyarországért. A magyarok istenére szabadság és egyetértés. Így kezdődik a 12 pont. Arra emlékeztet, hogy a hétköznapi könyöklés és hétköznapi szócsaták fölött legyen egy közös cél, egy nemzeti, amely összetart bennünket. Az oly sokféle magyart, a milliónyi irányba húzó vágyakat ma is átkarolja az a közös akarat, hogy Magyarországon egy szabad nemzet élhessen a saját független államában. Tisztelt ünneplők! Az idő már eldöntötte, mi igaz és mi nem az. Kiszórta, ami könnyűnek találtatott, és a rostán csak az igazság maradt fel. Az igazság az, hogy a magyaroknak joguk van a saját hazájukhoz, joguk van a saját magyar életükhöz, ahogyan a kedvük szerint való. Jöhetnek nehéz idők! Jöhetnek nehéz idők, ahogy 1848 után jöttek is, amikor félrelöki az igazságot a megszálló nyers erő és a balszerencsés csillagállás. Nehéz időkben is élni kell. Voltak idők, amikor nem élhettünk úgy, ahogy akartunk, csak ahogy lehetett. De az igazság ilyenkor is igazság marad, mert az eszmények mindig a valóság felett állnak. Van úgy, hogy a kiegyezés valóságában kell élnünk, de Kossuth Lajossal álmodunk. S van úgy, hogy szétszóratásban kell élnünk, de közös hazáról álmodunk. Lesz még oly erős és agyafúrt birodalom sem, amely ezen változtatni tudna. Nekünk nem kellenek szavak ahhoz, hogy tudjuk, miről álmodik a másik magyar. Ez a mi igazi erő. Tisztelt ünneplők! A lengyelek nagy marsalja, Piłsudski azt mondta,
alul maradni és nem behódolni győzelem. Ez igaz nem csak a lengyelekre, de a magyarokra is. Hiába torkoltak szabadságharcaink rendre újabb megszállásokban, valójában sohasem győztek le bennünket. Itt a birodalom a KDK-ban, a haza megmaradásáért, a nemzet megtartásáért és a keresztény kultúráért vívott háborúkat mi végül mindig megnyertük. Voltunk, vagyunk és leszünk. A magyar amit egy magunkfajta európai nemzet a birodalmak felett arathat. Tisztelt ünneplők! A régiek azt tanították, hogy mindig gyermek marad az ember, ha nem tudja, mi történt születése előtt. Mi felnőtt nemzet vagyunk, és tudjuk, amit tudnunk kell. Tudjuk, hogy a honfoglalók a birodalmi alávetés helyett a szabad nyugati hazát választották. Tudjuk, hogy a vezérek szabad akaratukból emelték maguk fölé az Árpádok házát. Tudjuk, hogy szabad akaratukból döntöttek a kereszténység mellett is. Körönszakadtáig ragaszkodta a szabad döntésjogához az oszmánok, a Habsburgok és a szovjetek ellenében is. Tudjuk hát, hogy a magyarok történetének vezércsillaga a szabadság, vezérfonala pedig a szabadság harcok láncolata. Azt is tudjuk, hogy a szabadság gondolata a kereszténységből sarjad ki. Isten előtt minden ember egyformán szabad és egyenlő, akár gazdag, akár szegény, legyen bármely nép fia. És egyenlő minden nemzet is, függetlenül attól, hogy szerencsés vagy szerencsétlen volt-e a történelme. Ezért ismeri el alaptörvényünk a kereszténység nemzet megtartó erejét. Keresztény kultúra nélkül nincs magyar szabadság, és nincs Európa népeinek is, hogy hújjon le szemükről a hályok, hogy lássák és értsék. Keresztény kultúra nélkül nem lesz szabad élet Európában, keresztény kultúránk megvédése nélkül elveszítjük Európát, és Európa nem lesz többé az európaiaké. Azt kívánjuk Európa népeinek, hogy szabaduljanak meg a farkasvakságtól. Vegyék észre, hogy egy liberális európai birodalomban mindannyian elveszítjük a szabadságunkat. Szabad ember csak az lehet, aki egy szabad nemzet fia, és nem egy birodalom alattvalója. Az európai hadseregével. És azok is mi voltunk, akik az Európába indított migráns inváziót megállítottuk
Magyarország mindenek előtt, a jó Isten mindenünk fölött.